Megalakult a Patrióták Európáért EP frakciója. A tömörülés 12 európai tagállam 84 képviselőjét foglalja magában, ezzel pedig a harmadik legnagyobb frakció jelenleg az EU-ban. A frakció elnökévé a francia Jordan Bardellát a nemzeti tömörülés képviselőjét választották, az első alelnök pedig a Fideszes Gál Kinga lett. A Patrióták Európáért frakció célja, hogy változást hozzon az Európai Uniós politikában. Az alakuló ülést zárt ajtók mögött tartották. A politikusok itt elfogadták az alapító okiratot, és konkrét feladatokat is kijelöltek az előttük álló öt éves parlamenti ciklusra. Nem akarunk szuperállamot az Európai Unióból, a nemzeti szuverenitás szeretnénk megőrizni. Nem akarjuk, hogy a nemzeti identitásunkat sárba tiporják. Annak érdekében dolgozunk, hogy az Unió épüljön, de az Európai Unió alapja a létrehozáskori alapszabály kell, hogy legyen. Szögezte le a nemzeti tömörülés politikusa Jordan Bardella. Változást akar ez az új politikai frakció. Mi patrióták változást akarunk Európában. Egy olyan Európát, amely egyértelműen a béke és a szabadság pártjánál, amely kimondja, hogy nem kérünk az illegális bevándorlásból, és meg tudjuk védeni Európa külső határait. Hogy meg tudjuk őrizni Európa versenyképességét, azért tenni is kell, mondta Gál Kinga, a tömörülés alelnöke.